Szokásos országúti edzésükön vesznek részt a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület tagjai. A csapat heti rendszeressége pattan nyerekbe és rója a kilométereket. A téli hónapokban a szabadtéri edzések mellett konditeremben, uszodában is tréningeztek, hogy minél jobb formában legyenek a megmérettetéseken. Az idei évet a 17. Sajó Péter emlékversenyen nyitották meg, ahol a klub sportolói sikeresen szerepeltek. Akitől vártam az eredményt, a kis Zsombor, sikerült is az első hatba végeznie. Kísértem a mezőnyt, és úgy is ítélem meg, hogy eléggé biztató volt a mozgás. A hegyeken erős volt, ugye ezt a korábbi edzéseken láttam is, hogy neki nem lesznek gondjai. Ő most első éves serdülő, tehát korcsoportot váltott a tavalyihoz képest, ugye ahol egy sikeres szezon zárt. Meglátjuk. Én azért úgy gondolom, hogy a Zsombi fejlődött annyit, meg van benne annyi lelkesedés is, ami nélkülözhetetlen, hogy az idei évben is az országúti, meg a hegyi bajnokság az, ami neki nagyon fekszik. A kritériumon is azért ügyes gyerek, tehát nem kell félteni, hogy tud kanyarodni. Szóval valamelyik bajnokságon én titkon reménykedem, hogy az első háromba is befér, de az 1-6 az a bajnokságokon is elvárás lesz. A felnőttek között gyakorlatilag a Topán Máté az, aki nagyon sok kilométer gyűjtött, ő megalapozta azt, hogy bízom benne legalábbis, hogy az állóképességével nem lehet gond. Nyilván hosszabb távú versenyekre alapozza, és alapozunk vele kapcsolatban. Topán Máté, aki tavaly óta erősíti a szekszárdi kerékpáros SS színeit, 13 év kihagyás után kezdett el újra edzeni és versenyekre járni. Én már régen is szerettem kerékpározni, és úgy gondoltam, hogy miután én 9 évig kerékpáros versenybíró voltam, ezért szeretnék benne lenni újra magában a sportban. Idén jó lenne az országos bajnokságon a dobogon végezni, úgyhogy azért most mindent megteszek. Úgy csináltam az alapozásomat is, Gábor is belesegített, a csapat is, és idén eddig, úgyhogy március vége van, 5000 pár száz kilométernél járok, és ezt szeretném minél többet. Az utánpótlás, mint majdnem minden sportban, itt is nehézkes, mondta Stej Gábor. Hát ezúttal is megragadom az alkalmat, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretné ezt a kerékpározást, ami kétségtelen, hogy egy nagyon nehéz, meg időigényes, és semmiképp sem mondhatom beszédtelen sportágnak, de mégis az, amikor az ember tényleg 40-50-nel tud haladni, és még esetleg sikeres is lesz, és ennél nagyobb szabadság szerintem, vagy szabadságérzés, mint amit a bringán a gyerekek megélhetnek. Szerintem nem nagyon tudom ezt máshoz hasonlítani. Nagy fájdalmam ugye ebbe az egészbe az, hogy kineveljük, és nyilván büszkék vagyunk arra, hogy mind emberek megállják a helyüket a magánéletükbe is, meg a egyéb területen, az élet más területén is helyt tudnak állni. Csak pont az, amire azt gondolnak, hogy utánpótlás, hogy a felnőtteket, akik ma felnőttek, azokat ezek a srácok pótolják majd. Az unblock egyébként az egész kerékpásból, talán mondhatni az összsportot, így a Magyarországon, biztos más sportágokban is ez probléma, hogy ott valahol elakad. Tehát amikor eljutnak a 18-20 éves korba, amikor nincs alternatíva, és nincs olyan jövőkép előttük, hogy na itt akkor megéri, úgymond az áldozatot meghozni, akkor valóban mi sem tudunk nekik sok mindent mondani, csak esetleg bíztatni őket, meg példát mutatni, hogy azért nem feltétlen csak a profi kerékpározás a célkitűzés. Mellesleg mondom zárójelben, hogy lám azért van példa, hogy magyar kerékpárosok is ki tudnak jutni profi szintre, de tény is való, hogy nem csak és mindig a tehetség az elegendő ez a dologhoz. A klub minden korosztály számára biztosít megfelelő szakmai felkészítést, legyen az hobbi vagy élsport irányú cél. Állandó tagságuk 10-15 fő között van. Rendszeresen vesznek részt versenyeken, bajnoki futamokon. A következő megmérettetés a Szerb Kupa első futama lesz április 10-én, majd pedig április 14-én a Magyar Hegyi Bajnokságon vesznek részt a szekszárdi bringások.